Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel, valamennyien a vitalitás, azaz életerő műsornak a nézői, Béky László a műsor gazdája. Mai napon nagy szeretettel köszöntöm Rácz Éva kutatófejlesztő mérnöknőt, kitüntetéssel végzett fitoterapeutát, szülésznőt, közgazdást és fitoterapeuta szakmérnököt, úgyhogy majd aztán már doktorián gondolkozik. Szóval egy rendkívül felkészült kolléginát. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást, tanár úr. Ennek a műsornak azt a címet adtuk természetesen veled együtt egyeztetve, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Ez az egyik. A másik egy régi latin közmondás, az, hogy a sol lucet omnibus. Ez meg azt jelenti, hogy a nap mindenkire rásüt. Tehát itt a tavasz. Tavasz a nagy megújulásnak az időszaka. Én is alig vártam már, hogy a kertbe elinduljanak a dugványozások, dughagyma, hál' Istennek kint van. Tehát élni kell, élni muszáj, tegyünk bátran életcélt magunk elé, és ne azzal törődjünk, hogy bizonyos koron túl a laborlelet ezt mutatja, a laborlelet azt mutatja, mert ha nekiállunk majrézni, nem lesz jobb a lelet, az ugyanolyan lesz. Ugyanannyi lesz a gyulladásfaktor, ugyanannyi lesz a cukor, és így tovább, és így tovább. Amennyire kell foglalkozzunk vele, de ne abba merüljünk bele, hanem abba, hogy tavasz van. Élni kell. Mérnöknő, hogy látod, nagyon sokan fordulnak hozzá 10 adás előtt. Elmondtad a statisztikát, hogy jelentős része középkorú, vagy annál idősebb, persze fiatalabbak is. Mikkel szoktak téged fölkeresni? Hát széleskörű azoknak a problémáknak a listája, amivel megkeresnek. Vannak modern civilizációs betegségek is, sok autoimmun beteg van például, vagy allergiások, sajnos egyre több daganatos beteg is megkeres, de ami túlnyomó rész, tehát legnagyobb arányban az az izületi betegségekkel kapcsolatban keresnek meg. Tehát ugye a statisztika is azt mondja, vagy azt mutatja a nemzetközi statisztika, hogy a betegségeknek az 55%-a az izületes problémákból áll. Tehát a rendelőket is, ha megnézzük, akkor tulajdonképpen a reumatológia előtt állnak a legtöbben, ott kígyóznak a hosszú sorok. De én is ezt tapasztalom, hogy izületi betegséggel szinte minden nap megkeresnek, és akinek mondjuk tegyük fel van egy betegsége, amellett általában van egy izületi problémája is. Tehát vagy a háta fáj, vagy a lába, vagy a dereka, vagy vannak olyan problémák is tulajdonképpen, amelyek tehát társulnak ezek az izületi betegségek más egészségügyi problémákhoz, tehát hormonális problémáknál feljön, autoimmun problémákhoz társulnak az izületi fájdalmak, vagy belső zsigeri szerveknek a megbetegedései is hozzák magukkal tulajdonképpen ezeket az izületi fájdalmakat. Konkrétan, ugye elmondtad, adás előtt egyeztettünk, hogy leginkább az alsó végtag nagy izületei, amelyek zavart szenvednek a funkcióba, például a csípő, például a térd, de nagyon sok olyan is van, ahol a vállizülettel van a baj, hölgyek nem tudják a melltartót fölvenni, vagy a kéz kis izületei gyulladtak, nem tud fogni, esik ki a pohár a kezéből. De még ezek egyedspecifikusak. Viszont amiben mindannyian egyformák vagyunk, férfiak, nők, és tetszik, nem tetszik, minden nap 1 centivel vagy 1 milliméterrel történik valami, ez pedig a columna vertebrae, a gerinc oszlop szép lassú összetöpörödése, tehát a csigolyák között levő porckorongnak a egyre inkább zavart működése. Induljunk innen ki, mert ez egy központi kérdés, majd mindjárt mind a ketten megmagyarázzuk, hogy miért. Itt mit lehet csinálni? Fáj, recseg, ropog, nem úgy működik, és hölgyek, urak, nagyon tessék figyelj most erre a 3-4 mondatra. Nem ez a lényeg, hogy fáj vagy nem fáj, hogy tudok fordulni vagy nem tudok fordulni. Ez a jaj kiáltása. A lényeg az, hogy minden izületnél egy érző és egy mozgató idegpár lép ki, és valamelyik szervet vezérli működésébe. Minél jobban be vannak ezek a csigolya közötti rések szűkülve, minél inkább a porckorong degeneratív állapotba kerül, atrofizál, disztrofizál, előesés van, protruzió, így mondjuk, vagy hernia, diszi, sérv is alakulhat ki, annál nagyobb baj a hozzátartozó szerv működésében. Tehát az egész szervezetet rossz irányba viszi, parancsoljéviket. Igen, ez teljesen így van, és tapasztalom én is a betegeknél, hogy mondjuk valaki azzal fordul hozzám, hogy légzési problémái vannak. Nehezített a légzése, vagy asztmás, vagy van, akinek szívritmus zavara van. És hogyha egy kicsit jobban mögé nézünk el, mögé a probléma mögé, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen az igazi ok, a valódi ok, ami kiváltotta ezeket, az a csigolyák közötti porcnak a kopása és a tömörödése okozza. Ez pedig abból ered, hogy fogy a szervezetünkben a kollagén, nem isznak elég folyadékot, tehát csökken ezeknek a csigolyáknak a tömege, és ugye, hogy csökken a tömege, ezáltal kompresszió alá helyezik az itt kifutó, vagy innen eredő idegpályákat, és tehát ezáltal vagy fájdalmaik lesznek, ugye az érző idegpályák, hogyha azok kerülnek kompresszió alá, akkor fájdalmat fognak érezni, vagy lehet, hogy pont nem az érző, hanem a mozgató idegpálya kerül kompresszió alá, és ilyenkor tegyük fel, lehet egy székelési probléma, tehát szorulásosok lesznek, vagy mondjuk inkontinencia léphet fel. Tehát nagyon sok hölgy van egyébként, tehát egyre több idős hölgynek ez a problémája, és erre keresnek megoldást, hogy nem tudják visszatartani a vizeletüket, és hiába isszák mondjuk a tejákat, nem használ. És lehet, hogy ezért nem használ, mert mondjuk porckopása van, tehát a csigolyák közötti porcok megkoptak, és tulajdonképpen tehát ez lenne az igazi, valódi ok, amit először kezelni kellene. És meglepődnek, mikor azt mondom, hogy kellene szedni egy kis kollagént, glükózint, és nem értik, hogy miért, tehát ugye el kell magyarázni, hogy tulajdonképpen a valódi ok kezelése irányába kell elmennünk. Tehát nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyon. Általában az inkontinens hölgyek egyből azzal jönnek, hogy de hát ha sok folyadékot iszik, akkor még nehezebb visszatartani a vizeletet, viszont muszáj, mert ugye vissza kell tölteni a porcokat, az ízületeket vízzel. És hát ez tulajdonképpen a víz az egy kenőolaj, tehát a porcoknak, az ízületeknek, az ízületi folyadéknak nagyon sok vízre van szüksége. Tehát nagyon jó, amit elmondasz, ugyanezzel találkozom is én is hosszú évtizedek óta. Az inkontinencia nem csak a hölgyeknél, hanem az uraknál is van, és bizonyos férfi genitáliákat érintő műtétek után, hólyag, prostata, egyebek, valóban az esetek bizonyos százalékában a hólyag záró gyűrűs izommal valami történik. Hogy aztán ez átmeneti vagy végleges, ez utólag szokott kiderülni, és ilyenkor ugyanúgy nagyon helyes, amit mondtál, hogy akkor tiltakozik a hozzánk forduló, hogy hát tetszik tudni, ha iszom, akkor bepisilek, és akkor hordhatom a gumibugyit, vagy mit tudom én micsoda. És akkor az ember ott áll a keresztúton, hogy mit javasoljak. Javasolni semmit nem szabad, mert akkor a miénk a felelősség. Kérdezni kell. Hölgyem, uram, ön szerint az élet minőségéhez, a hosszabb, boldogabb élethez mi járul jobban hozzá? Ha az, hogy egy picikét pisis lesz a bugyi, vagy betétet kell hordani, uram, bocsánat, sűrűben vécére menni, és mégis az unokákkal tud focizni, ki tud menni a kertbe, nyújtózkodni, el tud menni a boltba, tehát normális életet tud élni. Igen. Hát ezt kell mérlegetni. Hogy fogadják ezt, mert tudom, hogy pontosan ezt mondod te is. Hogy fogadják ezt? Meglepődnek. Meglepődnek, csak azt hallom a vonal másik végén, hogy nagy csend. Nem értik, és úgy elkezdek kérdezni, hogy de akkor most az hogy van, és hogy de miért? De akkor most tényleg akkor el kell kezdenem inni, akkor már elkezd pörögni rajta, hogy akkor hogy fogja megoldani, de nyilván tehát ez a cél, hogy el tudjanak kezdeni ezzel gondolkozni a megoldásban, és nem abban, hogy nem tudja megcsinálni. Tehát nagyon fontos, hogy sok vizet igyünk, sok folyadékot, ez az egyik alapvető feltétele annak, hogy az izületeink egészségesek legyenek, vagy nem csak az izületeink, hanem akár egy inkontinenciát is, hogy megoldjunk hosszú távon. Tehát a víz az életerő. Nem beszélve arról, hogy oxigént szállít. Tehát, hogy oxigénnal dúsabb legyen a vérünk, ahhoz is víz kell. Tehát víz nélkül egyszerűen nem működik a gyógyítás, vagy a gyógyulás. Ez pontosan így van. Hát természetesen jönnek a különböző pakolások, fizioterápia, fájdalomcsillapítás, mert bizony, ha beszűkül, csinálok egy csavarást, vagy akármilyen tornát. Neki áll fájni, és utána az ember azt mondja, hogy a fene egye, meg inkább együtt élek a fájdalommal, nem kell együtt élni. Azt mondd meg, légy olyan kedves, mivel masszírozzuk be a hátunkat, a csigolyákat, tehát a tövis nyúlvány részét, tehát pont középen, vagy ahol vannak a kis szárnyacskák, ahol a felület és mély hosszú hátizmuk vannak, hogy jussunk el a borda közök masszírozásához, ugye erre már beszéltünk, a érző és mozgató idegpár, és a légzés. Hogy függ össze? Mivel kenjünk? A kék krémmel, a zöld krémmel, vagy mit javasol? Igen, először is azt szeretném ugye a nézők számára tisztázni, hogy miért van szükség arra, hogy bekenjük ezeket az érintett területeket. Nyilván az első ok, hogy a fájdalmat szeretnénk megszüntetni, tehát van egy olyan problémájuk, amit na most azonnal kezelni kell, mert ez egy kellemetlen helyzet vagy érzet. Tehát ez az elsődleges oka, viszont van egy olyan dolog is, hogy mivel ez a terület be van gyulladva, duzzanat van, ödémás, és ez maga a duzzanat és az ödéma elzárja a kapillárisokat, tehát összenyomja a kisereket, és ezáltal annak a területnek a vérellátása romlik. Ha romlik a vérellátása, akkor nem tud oda eljutni a víz, nem tud eljutni, tehát a különböző létfontosságú anyagok, gyulladáscsökkentő anyagok, a különböző építő, tehát a nyomelemek, vitaminok, stb. Stb. Tehát azért, hogy tehát nyilván a porcban nincsenek erek. Tehát, és ezáltal tehát fontos, hogy a keringést jól tartsuk, beindítsuk. Tehát fel kell oldani ezeket a kapillárisoknak az elzáródásait, tehát ezt az ödémát meg kell szüntetnünk, ezért masszírozni kell, és gyulladáscsökkentő hatású gyógynövényekkel, krémekkel kell masszírozni. Na most itt is különbséget kell tennünk aközött, hogy ez a terület forró vagy hideg, tehát leegyszerűsítve mondom, ezt onnan tudjuk megítélni, hogy megnézzük, hogy mi esik jól nekünk. Tehát mindig ezt szoktam mondani a kedves pacienseknek, hogy próbálja ki otthon, hogy mondjuk oda tesz, ahol fáj neki, az a gyulladt terület, hogy oda tesz mondjuk egy meleg törlőruhát, vagy törölközőt, és nézze meg, hogy jól esik. Ha nem esik jól, próbálja ki hideggel. És tehát ezáltal el tudjuk dönteni, hogy nekünk mondjuk egy hűtő hatású krém lesz jó, vagy egy melegítő hatású krém, mondjuk egy kapszaicines, vagy pedig mondjuk egy mentás krém. Tehát itt is van különbség, tehát nekünk is vannak olyan krémjeink, amelyek hűtenek, és vannak, amelyek fűtenek. Tehát ez az első alapvető lépés, és utána nyilván akkor el tudjuk kezdeni masszírozni azt a területet. Na most vannak olyan készítmények, amelyek tartalmaznak fájdalomcsillapító hatású gyógynövényeket is. Tehát ilyen ugye a kék krémben nagyon sok ilyen gyógynövény van, köztük van a fűszfakéreg, ugye szalicilsav tartalmával, van benne babérlevél, van benne ugye kánfor, menta is van benne szegfűszeg, és emellett még több olyan gyógynövény, amelyek a gyulladás csökkentés hatásával hozzájárul ugye a fájdalomnak a csillapításához. Beindul a keringés, tehát el tudnak onnan a salakanyagok, el tudnak a fájó ízelettől jönni, ki tudják mérlegteníteni az izületek, tehát azokat, amik nem odavalók is, el tudnak jutni azok, amik kellenek az izületeknek. Tehát nagyon fontos, hogy masszírozzunk, és azért is fontos, mert ez a lelkünknek is jó. Tehát fontos a lelket is építeni, és ezt egyrészt a masszázsal is megtehetjük, pláne, hogyha a párunk, a szerelmünk masszíroz, de elmehetünk nyugodtan egy szakemberhez is, és hát a mozgás öröme is kell. A mozgás az lehet, tehát válasszunk olyan mozgást, ami számunkra megfelelő, úgymond kényelmes, kellemes és örömet nyújt. Akár lehet ez a kertben végzett, kerti munka, a napon gyomlágatok, megöntözöm a virágokat, megcsodálom a természetet, lehet egy kellemes séta az erdőben a párunkkal, vagy mondjuk elmegyünk táncolni. A tánc az meg kifejezetten egy ajánlatos mozgásforma, ugyanis egyébként kutatók megvizsgálták, hogy megfigyelték, hogy azok az idősek, akik táncolnak, azoknak a boldogság hormonjaik nagy mértékben megnőnek a testükben, ugye a szerotonin és a dopamin, és ez sokkal erősebb, mint maga a heroin, tehát sokkal intenzív hatást tud kifejteni a testünkben. Másrészt pedig az önfelett mozgás által olyan mozgásokat is ki tud fejteni az ember, amit egyébként nem. Tehát lehet, hogy mondjuk egy idős ember nem biztos, hogy le tud hajolni, vagy tud egy olyan mozdulatot végezni, amit tánc közben meg tud tenni. Mert akkor elfelejtkezik arról, hogy neki mondjuk ilyen korlátai is lehetnek. Tehát, hogy mindenképp mozogni kell, a mozgás az élet, és pláne, hogyha ez még egy örömforrássá válik, akkor dupla annyit teszünk az egészségünk érdekében. Fantasztikus, ezt olyan jól összefoglaltad, hogy Isten bizony tanultam belőle. Na most, hölgyeim és uraim, az élethez alapvető millió és egy biokémiai forma szükséges, de leginkább a hidrogén meg az oxigén. Ezek aztán bennünk összeállnak és úgynevezett sejtanyagcsere vizet termelnek. A hidrogén a táplálékból van, az oxigén meg a környező levegőből. Na most, hogy függ össze azzal, amit mérnöknő mondott, a külső levegő és a sejtszintű energia dolog? Nagyon egyszerű masszázsforma. Mondjuk a bal kezemmel a fejem fölött átnyúlok, és megfogom a jobb fülemet, a hegyit. És a kicsikét megbillenek, ez azt jelenti, hogy bal oldalamon, természetesen majd utána jobb oldalon is, a csigolyák közötti rés kinyílik egy picit. Tehát kinyílik. Ez azt jelenti, hogy akkor úgy masszírozok, hogy az ujjaimmal ezeket a rés közöket is szépen úgy finoman kis rezgő mozdulattal, mélyebb masszírozásokkal, többféle technika létezik, amit éppen akkor érzünk, az a legjobb, és utána pedig ugyanezzel a mozdulattal a borda közökön végig menni ezzel a vibráló, mélyebben nyomom, megnyomkodom, kilazítom, megint vibrálok, megint odébb megyek, kicsit visszamegyek. Elképesztő, tessék szíves lenni pulzoximéterrel megnézni, mennyit javul az oxigén szaturáció. Én nem hittem volna. Én minden este megcsinálom, és akkor bizony 5 vagy 6 vagy 7 egységet, volt, amikor 8 egységet tudott javulni. Hát akkor azt mondom, hogy hát ez egy nagyszerű dolog. A másik, amit a mérnöknő elmondott, a biológiai ritmusunk. Biológiai ritmus alatt pedig az alvás-ébrenlét arányát nevezem meg, és ezen belül az alvásnak a mély alvás és felszínes fázisait. Ugye azt mondja a hagyományos kínai orvoslás, hogy aki éjjel 1 és 3 között kell föl, akkor a mája ébresztette föl. Hölgyeim, uraim, hogy itt nézem az órát, 2-3 perc van. Mérnöknő, gyere be még egyszer, folytassuk ezt meg. Befejezni. Hölgyeim, uraim, én pedig arra kérem önöket, a futócsíkon megy mérnöknőnek az elérhetősége. Tessenek bizalommal fölhívni, hozzáfordulni, megbeszélni a dolgokat, hisz nem körmönfontan, hanem nagyon egyszerűen, végrehajthatóan, személyre szólóan magyarázza el, hogy adott állapotban milyen gyógynövényt, milyen gyógynövény formációt, hogy lehet a lehető legjobb hatásfokkal használni. Tehát ott van nekem egy kicsit a gondom a fitoterapeuta, magát annak nevezőkkel, mert akinek hivatalos állami papírja van, hogy fitoterapeuta, az egy rangla. De aki azt mondja, hogy hát én már ismerem, én már így, én már úgy, hogy nincs mögötte a tudomány. Vagy ott van, vagy nincs ott. Tehát amikor ilyenről beszélünk, amit megeszünk, megiszunk, megszagolunk, rákenjük, feldugjuk, mit tudom én, micsoda, egyáltalán nem mindegy, nem csak a gyógyszernél, a gyógynövénynél sem. Mérnöknél köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Legközelebb is gyere. Műszaki kollégáknak meg köszönöm ezt a kitűnő adás lebonyolítását. A lebonyolítás volt a kitűnő, a többit majd eldöntik. Önöknek meg köszönöm, hölgyeim, uraim, hogy megint együtt voltunk. Legközelebbi viszontlátásig is. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béky László műsorát látták.